Igen, köszönöm szépen. Egy nő életében a család az nagyon fontos szerepet tölt be, de hogyan tudtad te ezt jól menedzselni a munkáddal, meg a kórussal együtt? Segítséggel. Két nagymamával és egy nagypapával, és a férjemmel, aki egyébként szintén énekel velünk, de azért előfordult, hogy egyszerre elfoglaltuk magunkat a zenével és sok minden társadalmi és egyéb dolgokkal, és akkor kérni kellett a nagyszülőket. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy segítettek, amíg kicsik voltak a gyerekek, addig gyakran egyszerre kezdett fájni kettőnek is a hasa, hogy ne kelljen óvodába menni, vagy iskolába, és akkor kiválóan becsomagoltuk őket, mentek a nagypapához, és hallgatták a mesét. Már meg is gyógyultak, mi meg dolgozhattunk nyugodtan. Nem kellett, hál' Istennek, túl sokat hiányoznom, sőt, lényegében soha nem voltam táppénzen. Férjed is gondolom sokat segített. Alapvetően mindent. Első perctől. És építészmérnök lévén mindent kitanultam, ami a ház körül kell, az építkezésben is, és a gyerekek körül is. És aztán menet közben meg nagyszerűen megtanult főzni is, amikor én nem voltam itthon, amikor hétvégi program volt kórussal, utazás, vagy bármilyen más koncert, akkor nagyon sokat segített. Tehát volt olyan, hogy te utaztál, ő itthon maradt a gyerekekkel? Volt olyan. Olyan is volt, hogy nem engedték ki őt. Együtt mentünk volna a franciaországi turnéra, és azt mondták, hogy az nem lehet, hogy egy szülői pár elmenjen, és akkor attól tartottak abban az időben, hogy valaki visszadálni fog közülünk. Vagy együtt ketten, és akkor itt hagynánk. Hát ezt nem tettük volna meg, de akkor nem engedték ki őt, érdekes volt. Hát szomorú, és együtt készültünk föl, de nem együtt utaztunk, elmúlt szerencsére ez az idő. És a gyerekeket mennyire sikerült megfertőzni ezzel a dologgal, hogy éneklés, kórus, zene? Nagyon szeretik a zenét, nagyon szépen énekelnek, és mind a hárman énekeltek különböző korszakokban, a Monteverdi kórusban, és az az igazság, hogy olyan időszak is volt, hogy kettő, esetleg már három is énekelt, de aztán náluk is jöttek a gyerekek, a kicsi babák, és akkor már nem. Úgyhogy most már csak úgy nagy-nagy alkalom, akkor visszajönnek, és gyönyörű szoprán hangon énekelnek, és ez nekem mindig hiányzik, hogy nincsenek ott mindig, de hát ezt nem lehet megszervezni. És amikor összegyűlik most a nagy család, akkor hányan vagytok? 16-an, 8 unokánk van. Ennek azért nagyon örülünk, hálát adunk érte a Jóistennek. Nekünk ez egy olyan lelki kincstár, amire alapozhatunk. Van-e olyan árszpoétikád, amit úgy időről időre előveszel magadba, és szeretsz úgy emlékezni rá? Több is van. Mindig, ha találok valami gyönyörű gondolatot, azt úgy, hogy megőrzöm. Néha leírom, néha kitűzöm magamnak. Hát az egyik azért, amit mindenki ismer, és azért mégis mondom, nagyon szép az a József Attila idézet, hogy dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Ezt úgy sokszor elmondom magamnak, mert hát azt hiszem, hogy érvényes, de amit egy kicsit inkább a muzsikával kapcsolatosan idéznék, a Szent Pál gondolata a korintusiakhoz írt levélben van, a szeretett himnuszban, hogy szóljak bár az angyalok nyelvén, ha nincs bennem szeretet, csak üres cimbalom vagyok. Ez hosszabban is írja, de mondjuk ez a lényeg benne, hogy ha nincs szeretet, akkor legyen akármilyen gyönyörű, bárki kívül, belül, muzsika, kell hozzá szeretet is.